Több héten át tartott a küzdelem a TV Paprikán az év sztárséfje címért. Összesen 8 páros indult a játékban. A selejtezők során 5 napon át küzdött egymás ellen 2-2 csapat azért, hogy a győztes a középdöntőbe jusson. A csapatok teljesítményét a 3 tagú zsűri értékelte. Mivel ehhez a recepthez tartozik egy kókuszdió, így a mai napon az lesz a feladat! Kókuszdiót ketté vágjátok itt a stúdióban! Akár ez! Eddig nagyon szépen dolgozol. Jól van, Levi, dicsérjél, mint a jó lovak. Köszönöm szépen, Levikém! Klárika nem használja ki azt a helyzeti előnyt, amit a kuktája szaktudása adna, nem, aki teljes ki. Nyugodtan teázik. Másik oldalon egy szép csönd van. Te hogy látod egyébként a levesekkel, hogy állsz? Eszel burgonyi leveseket? Én imádom a leveseket, de minden levest, és aminek külön örülök, hogy itt most édes burgonyából készül, mert sokan nem tudják, hogy bár a nevében ugyanaz, burgonya, de mégis egy teljesen más zöldségről van szó, gumos zöldségről. Az egyik az egy nagyon magas vércukorszint emelő hatású, a burgonya, hogyha 1-100-as skálán nézzük, akkor 92-es, míg az édes burgonya csak 50-es. Tehát egy sokkal egészségesebb étel, amit mondjuk Amerikában a gyerekeknek már elsőként adnak, mert olyan jó a felhasználhatósága. Most úgy. Elég népszerű állat. Csirke. Viszont nem az állatot kell eltalálni. Csirke, abszolút. Bár lehet, hogy a végére. Azt is csirkét mondasz? Hát mindenképpen csirke íze van. Te most nem mondanám neki azt, hogy érted ezzel. Nem egy csirke. Annyit elárulhatok. És nem is pulyka. Jó, négy lába van. Négy lába van. Négy lába van. Két csirke. Akkor már nem fogadok el. Tehát a sertés volt a megfejtés, de viszont ezen belül a sertés egy bizonyos, nagyon ritka része a sertésnek a... Nem. A bélszínű. Most kis gondban vagyok, hogy fogalmazzam meg, hogy... Farka. Ez, kimondom, egyszerűen a farka alatt található. Erre. Rántott végbélnyílás! Ez ott. Akkor egészségetekre, jó főzés kívánok, egy-egy az állás! Történet folytatódik, tovább, jöjjön a küzdelem! Azt hittem, hogy máj. Nem, azért volt a közepe a luk, mert ez valóban az. Nem értettem, hogy hogy van a lyuk a nyelven. Még 15 másodperc van hátra, úgyhogy abricsátok. Nagyon jó lesz. Nagyon ügyes vagy. Ebből kell még egy. Jó, kész eltenni! Köszönjük szépen! Nagyon jó. Mindkét csapatból a versenyző hozta ide az alapanyagot. Kivettem, már megfulladtam. És akkor megkérném zsűri társaimat, hogy gyertek, légy szíves, és nézzük meg, vegyük szemügyre, hogy milyen is lett az eredmény. Hogy apró. Nagyot levágtam. Igen. Apróra vágtam. Nagyon jó. A hagymát. Első rövid kérdés. Igen. Megvan. Mindenkinek megvan az ujja, mind a 10. Persze. Kérek, ötször. Álljatok létszeres oda, ahol. Na hát ebben nagyon nehéz hagymát pucsolni. És egyébként a horgásznak ajánlanám ezt a húvászöveget. Meg a zsűrinek, hogy ebben szeretne a hagymát. Köszönöm szépen. Ide készítettem a nagyítót, de igazából nem kell, mert szemmel látható, hogy mi is a... Az eredmény, hát mit gondoltok róla? Egyenletesen már. Nagy darabos. Igen, itt nem tűnik fel. Na jó van, hát ez nagyon kemény. Jó, hát meg is született a végeredmény. A kék csapat gyerte az 5 pontot. Köszönjük szépen. Szép volt, Attila. Akkor nem ekkora darabot. Én úgy szeretem a hagymát, hogy egy picit nagyobb darab. Tehát nem ilyen apró pici dirib darabra van vágva, hanem szeretem utána olyan jó, amikor meg van sülve rendesen, és akkor egész nagy darabokat be lehet kapni, és nem tűnik el az ételben. Hogy álltok?
Haladunk, haladunk. Tízes skálán erős kettes. Aha, de nem, nagyon szép a töltelék. Azt elárulnád, hogy miért pont kézzel gyúrod össze a tölteket, miért nem használsz mondjuk egy erre? Hirtelen ezt találtam meg legelőtt. Ez volt kézzel. Ez volt kézzel. Topi, használt ezen a Péternek? Mindenképpen, hát tessék, ő tud a legjobban mancsikolni a csapatban. Igen, mancsikol. A gyerekkorából maradt meg benne, mikor a halakat foglostam. Fűszerezés? El tudjátok mondani, hogy mit tettetek bele? Gyakorlatilag sóbors, petrezselyen, és akkor egy kis... erős pista. Hagyma, fokhagyma. Eredeti olasz fűszer. Keverés. Nagyon jó. Ez itáig. Igen. Készült a töltelék. Itt szerecsen, diót is. Ez lesz talán a töltelékben is? A töltelékben is lesz, igen. Wow. Elég. Ezt mi is teszünk bele, de... Igen, a szerecsen diót. Soha nem elég. Okay. Ezután adódik a kérdés, hogy mennyire veszed használt Gábornak. Nagyon elégedve? Természetesen lelkes, mindent tud, az összes zöldséget és fűszernövényt ismeri. Nem fejből, nekem jót tett a lexikon, amit tőle kaptam. Gábor, nem kaptál kedvet a főzéshez? Nem, sajnos, még mindig nem. Várjátok, a Zitával való főzéshez kedvet kaptam. Ti hol találtatok? Én zavarok itt most?